Keleti Andi táncművésznő bámulatos átalakuláson ment át, 8 kilót fogyott és legalább 2 mérettel kisebb ruhákat hord, mint korábban. Ezt, na meg egy jubileumi születésnapot egy bámulatos és igen látványos fotózással ünnepelt meg, ahova ellátogattunk. Az 50. születésnapomra nagyon megfogadtam, hogy egy kicsit jobban odafigyelek magamra, mert hogy nagyon szeretek főzni, és hát olyan finomakat főzök, nagyon szeretem őket enni is. Aztán az 50. születésnapomon ez valahogy másképp alakult, mert pontosan az történt, hogy isteni dolgokat főztem a konyhában, és nem nagyon, csak éppen egy picit mindig valami fölpakolódott, és egyszer csak álltam a táncteremben magammal szembe a tükörbe, és azt mondtam, hogy most már ezt nem lehet megengedni. Tehát nem lehet megengedni, hogy 50 év fölött egy néni legyek, aki hát egy kis túlsúlyt hord itt is, ott is. Nagyon sokat mozgok, hát eleve tartok fitnessórákat, rengeteget vagyok a táncteremben, tehát hogy ez a része gyakorlatilag eddig is ki volt pipálva, hát nyilván ezért nem lettem 100 kilós azért. De valami változtatásra meg mégiscsak szükség volt, hogy egy pár kilótól megszabadulhassak. Az a természetes gyógynövénykeverék, aminek az egyik alapanyaga abban segít, hogy a gyomorban kevesebb ideig tartózkodik a táplálék, azaz meggyorsítja az emésztés, így kevesebb anyag szívódhat föl. A másik hatóanyag a palesztin népgyógyászatban is nagyon régóta használt természetes anyag, egy olyan rost tulajdonképpen, ami megduzzad a belegben, így az ember nem érzi igazán, hogy éhes, vagy hamarabb érzi a teltségérzetet. Ezek a rostok nagyon hatékonyak, szépen átpucolják a beleget, és ez például nagyon segített nekem ahhoz, hogy hozzájáruljon a sikeres fogyókúrámhoz. Mindenképpen szeretem volna megmutatni a csodás alakját, és ezért választottam nagyon sok olyan ruhát, ami testre feszülő. Ez is egy nagy kedvenc darabjává vált, ez az egyszerű ruha egy derékövvel, ami nagyon-nagyon feldobja, és hogy kétkedve vette fel, hogy vajon ez jól fog állni rajta, illetve azt gondolta, hogy talán nagyon szűk lesz rá, de nagyon meglepő volt számomra, hogy egy csomó ruhát még inkább be kellett tűzni, hogy jó legyen neki méretben, úgyhogy majd láthatjuk is a fotókon, hogy mennyire előnyös ez számára. Ebben a mai mozgásszegény világban kell találni olyan anyagokat, amik egy kicsit segítenek a zsírszövetek megmozításában a szervezeten belül. Egy grönlandi moszat, az nagyon erősen segíti ezeknek a zsírszöveteknek a fölbontását, így nagyon hatékonyan hozzá tudnak járulni, legalábbis az én fogyókúrámban nagyon sokat segítettek. Egy édesanyának, ahol ráadásul van 2 kamaszkorú gyerek, akik sokat esznek, és nem is akármit, nagyon nehéz tartani a fogyókúrát, nagyon sok a csábítás, olyan dolgok, amiket nem lehet enni, ezért nagyon nagy segítség nekem az, hogy most hamarabb érzem a teltségérzetet, vagy nem is kívánom meg egyáltalán dolgokat, tehát csak főzök, élvezem az illatokat, és nem eszem annyit koránt sem. Gotta get up and try, try, try.